Ja, hogy ez? Hát ez a legkirályabb dolog, mindig is erre vágytam, és végre van egy ilyenünk! Ó, mekkora segítségem lett itt hirtelen. Elise összeszereli ezt a kis biciklis utánfutót. Oli, te meg mit csinálsz? Na hát az a terv, hogy összerakjuk most ezt a kütyüt, és bemutatjuk nektek, mert hát hatalmas terveink vannak ezzel. Úgy tűnik, hogy ki tudjuk terjeszteni a biciklis élményeinket, vagy lehetőségünk lesz a gyerekekkel megélni egy csomó olyan dolgot, amit még egyelőre... Jézusom. Te hogy másztál oda bele? Elise! Hát ez még nincs kész. Gyere ki onnan! Hogy állsz, Oli? Kész van már? Minden. Mit kell még megszerelni? Mindent. Mindent? Na rakjuk össze a cuccot! Hát ezt nem volt túl bonyolult összerakni. Már csak a biciklire kéne valahogy felapplikálni. Aztán mehetünk is! Nyomás ki onnan! Hát komolyan, hát hogy szereljen így az ember? Oliver! Elise! Na hát elkészült a remek mű! Rami! Oda néz! Oda nézek! Hogy tetszik? Alig várom, hogy tekerjünk. Ah, meg akarom nézni, hogy működik. Vegye fel, figyelj! Nem tudom elképzelni, hogy a gyerekek ott nyugiba fognak ülni, vagy nem is értem még. De hát, nagyon menő. Ez nagyon komoly! Ez nagyon komoly! El lesznek ők hátul ott ketten, szerinted? Hát nem tudom. Bízom benne, de próbáljuk ki! Amúgy nagyon jó, nem is érzem, hogy így sokkal több energia lenne. Mondjuk, ha majd beülne ez a két nehéz kölök, akkor majd kiderül, de... Hát teszteljük rá élesben. Aj, valamit még elfelejtettünk felrakni a bringá... Zászló! A zászlót, gyere gyors, tegyük fel! Hát lássanak minket a forgalomba, ugye? Hova kell szerinted ezt rakni? Valahova. Aha, valahova oda hátulra. Dugjuk össze, gyere! Hé, gyere vissza! Ezzel most már biztos észre fognak minket venni, ugye? Na gyere! Na hát így most már biztos észrevesznek minket, és hát úgy látom, hogy már itt Elise nagyon szeretne indulni. Hát erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek most. Beültettük őket hátra, és szemmel láthatólag nagyon jól el vannak. De azért vannak aggodalmaim, hogy fogjuk bírni, hát meglátjuk. Remélem minden rendben lesz. Na indulás! Az első akadálypálya egy híd, és indulhatunk! Na hát ez egyelőre egy álom, mert hát bevallom őszintén, ez is egy ilyen megvalósítandó célok között volt, hogy ezt a kocsit én ki szeretném egyszer próbálni. Na és hát az a terv most, hogy hát ebből lehet, hogy túltoljuk, de áttekerünk Balaton Lellére. Tessék, Oli! Előzzük meg anyát! Ja jó, előzzük meg anyát, igazad van! Sziasztok! Nagyon jó lenne megcsinálni a Balaton körbetekerést. Az azt jelenti, hogy hát nagyjából ilyen napi 2-3 órát kellene mondjuk két részletben megcsinálnunk. Hát ez azért egy kicsit hosszasabb tervezést igényel. Úgy gondolom, hogy amiben bele szoktunk vágni, azt meg is szoktuk csinálni. És úgy szoktuk megcsinálni, hogy nem őrült módjára, hanem alaposan fel szoktunk készülni. De hát majd meglátjuk. Már nem én csinálom a nehezét, de ez őrület, király! Gyertek! Fonik az orrod? Hát ezekre még fel kell készülnünk. Úristen, mennyi kérés fog még majd itt elhangozni. Ezzel fogunk megállni. Pisilni, kakilni, éhes vagyok, szomjas vagyok, melegem van. Fázom, folyik az orrom, viszket valami. Hova tűnt a játékom? Elise elvette a játékomat. Jaj, de izgalmas lesz. Hello Balaton Boglár! Képzeljétek el, első körbe eljutottunk Boglárig Balaton Szemesről, és az az igazság, hogy egy nyekkenésre hallottunk. Tessék! Szeretnék edzeni, nézzétek már! Jézusom! Megállhatunk. Hát remélem, hogy ez jelenti a példamutatás, hogy nézzek, meg lehet egy street workout fejet, és már akar menni játszani. Kiszálljunk egy kicsit mozogni?
Eliz is felébredt, úgyhogy mehetünk. Eliz elaludt út közben, úgyhogy hát az alvás is pipa, bár még nem tűnt annyira kényelmesnek a póz, ezzel majd még valamit kell csinálnunk. Na, első tesznek szerintem nem rossz. Most az a terv, hogy itt egy kicsit játszunk, lehet, hogy fagyizunk, aztán megyünk vissza. Na hát, megérkeztünk épségben, és... Szép volt Oli, nagyon jól bírta. Oli egy tündér gondoskodott Elizről, adott neki enni, mert a végére hát igazából ezt nem kalkuláltuk bele, hogy elhúzódhat, és egy kicsit hosszú lett az út, úgyhogy Eliz megéhezett. Nagyon ügyesek voltak tényleg a gyerekek amúgy. Le a kalappa előttetek. Dél van, ráadásul 35 fok. Nem ilyen időbe tervezzük majd a nagy tekerésünket, szóval egy ilyen főpróbának szerintem zseniális volt. Tanulságok vannak, hogy milyen eszközöket kell majd még fejleszteni, például biztos kell majd popsi védő, hátralámpa, hosszú még a lista, de hát van időnk felkészülni, mert nem vakon fogunk ebbe belevágni, meg majd közben azért megosztunk minden részletet meg, hogy mi is hogy van. Azért nagyon sok minden eszünkbe jutott, hogy miket is lehet. Innivaló, ennivaló bekészítve, kis rákcsa a gyerekeknek. Nyilván selfie termékekkel fogjuk magunkat hidratálni, meg majd visszük reggelire, lehet, hogy ő lesz úgymond a fő szponzor. És arról is beszélgetünk, amíg megy majd ez a videósorozatot, biztos lesz egy-két hét, amíg ezt majd láthatjátok, mert több részre osztjuk fel, akkor az onnan származó bevételekből támogatunk valami gyermekotthont, vagy valami, mindegy, szóval, hogy ilyen nagyon sok minden eszünkbe jutott, várjuk tőletek is az ötleteket, meg a konkrét ötleteket is várunk majd, hogy majd elmondjuk, hogy nagyjából hol fogunk megállni, milyen településeken is, hogy adjatok szállástippeket, vagy jó játszótér, ahol meg tudunk pihenni. Na, nagyjából így állunk. Az utánfutó amúgy babakocsiként is használható, letettem a leírásba, de majd érkezik egy részletesebb bemutató is a cuccról. Na, közben elosontunk otthonról. Tavaly részt vettem a Máltai Szeretett Szolgálat egyik sporttáborába, és idén is meghívást kaptam. Tavaly Zamárdiba volt, idén pedig Balatonszemesen, és annyira jól kijött ez így, hogy mi is itt vagyunk, hogy délután idén még is egy kicsit sportolunk a gyerekekkel. A legkisebb lányunk nem akarta elhinni, amikor mondtuk neki. Hát, pedig látjátok. Ez egy YouTube videó lesz, képzeljétek el. Ne már, most meg akarsz alázni mindenki előtt. Jó, nyomjuk ezt kandert. Ti is benne szeretnétek lenni? Igen, és hogy érzitek itt magatokat? Jól. Mi a legjobb itt? Hát, őszintén foci. Szeretek focizni? Szeretek sportolni? Igen. Nem rossz, de még azért egy kicsit. Jó, hogy illik? Egyet mondok, jelöljetek be Instagramon GMHit. Most meg fognak alázni. Mássuk! Oli, gratulálok! Figyeljük, én mindent beladtam, 100%-kal játszottam. Milyen ellenfél voltam? Azért mondta, hogy nem volt olyan könnyű. Király, azzal kiegyezzek, gratulálok! Hú, nagyon ügyesek a srácok. Iratkozzanak fel! Sziasztok, köszi szépen, jó volt veletek! Sziasztok! Jaj, Istenkém, szívesebben egy kicsit még sírnék is. Ugye azt kell tudni a Máltai Szeretett Szolgálat sporttáboráról, ami most az öt régiós játékok névre hallgat, hogy itt az ország leghátrányosabb helyzetű településeiről vannak gyerekek, akik kiérdemelték ezt a tábort, vagy a jó magaviseletükkel, jó tanulmányi eredményükkel, vagy jó sporteredményeikkel. Övéké a munka nagyja. Tehát ezért szenzációs a Máltai Szeretett Szolgálatnak ez a munkájuk. Én most remélem, hogy haba tortán voltam egy kicsit, nagyon sok gyerek arcára azért remélem, hogy mosolyt csaltam. Kicsit tudtuk őket motiválni a tanulásra és a mozgásra. Nagyon klassz dolog ez az egész. Na és ha már táborozás, az Epic Campről nem volt idén szó itt az oldalon, ugyanis lesz egy táborunk júniusban, ez megvan hirdetve, és be is van már telve, ez csak a körülmények alapján be is telt, azért nem raktam ide ki nektek. És az a helyzet, hogy Zozó most nagyon nagyban sportol, most is kint van az európai játékokon, döntőben van, majd most délután lesz a döntő. Nekünk a gyerekek miatt most nagyon nincs időnk semmire, úgyhogy idén úgy döntöttünk, hogy nagyon limitáltan lesz csak meghirdetve. De volt róla még szó, hogy egyébként augusztusban lesz egy, de majd itt YouTube-on be fogok erről számolni nektek. Bocsi annak, aki nagyon várta, és köszi a türelmet, majd itt jelentkezek. Na de hát szerintem ez a videó ennyi is volt, mert már bőven gyűlt elég sok anyag. Remélem, hogy tetszett nektek. Bármi véleményetek van, ötletetek, azt írjátok le a komment szekcióba. Itt a nyár jelvezzétek a jó időt, mi pedig hát hamarosan majd jövünk egy újabb videóval. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra is. Keressük meg Oliver papucsát. Jó. És az a feladatunk. Sziasztok! Hol a papucs? Nem maradt szerintem rám. A vízből hoztad ki, és nem hoztad el. Így lent hagytuk a parton meg délután.